Most a történet az, megnézzük, hogy van-e lárva ebbe a... Van néhány, nem tudom, látszik-e, ott fickándoznak. Szép nagyok. Mégis jó hír, ha innét nézzük, ebből a szemszögből. Mert most, ha leírtjuk, akkor nem fog kikelni. Ez egy talajlakó baktérium által, ami egyébként bárhol megtalálható a természetben, által termel toxikus fehérje, ami csak a szúnyog lárvákra toxikus. És ezt elfogyasszák a lárvák. Te miért tetted le a biológiai gyérítés mellett a voksodat? Nem egyszerűbb vegyszeresen írtani a szúnyogokat? Az jóval egyszerűbb, szóval pofon egyszerű. Nem elég hatékony a vegyszeres kémiai szúnyoggyérítés, akár földről, de akár a légiről beszélünk. Azok a szúnyogok, amik itt a Duna mellett, vagy a folyópartok mellett élnek, ezek nagy repülési távolságok. Tehát a kikelésük helyszínétől akár egy nap alatt a szél hátán 10-15 kilométert is képesek eljutni. Hiába permeteztük le a várost, jó alaposan, tisztességesen megcsináltuk, befújta a szél egy-két nap múlva, ha a hullámtér felől, ahol kikelnek a szúnyogok, a tenyésző helyük felől fújt a szél egész nap, szépen lengedezett, másnap estére ugyanannyi volt a szúnyog, mint a permetezés megelőző nap. És így jutottam el a biológiai gyerítéshez. Az a 3-4 nap, amíg a szúnyogok lárvaként a vizekben élnek, ha ott elcsípjük és jól elpusztítjuk, úgymond, de mondom, környezetbarát az anya, nem árt másnak, akkor utána másfél-két hónapig nincsen szúnyog, mert a szúnyogok olyan egy-másfél-két hónapig élnek. Akkor menjünk le a maga tenyészővízhez, jó? Hozom ezt a kis merőt. Hát, majd igyekszünk, jó? Ott egy kicsit jobb lesz, mert süt a nap, meg mozog a levegő. Hát ilyen házi mericskével mérjük meg vissza, ellenőrizzük a munkánk előtt is, meg utána is vissza kell ellenőrizni, hogy mennyi lárva van, akár egy adott mennyiségű víz, mondjuk egy liter vízben, meg mennyi maradt az írtás után, akkor is vissza kell ellenőrizni, hogy jól sikerült-e a biológiai védekezés, mert ha nem sikerült, akkor már nagyjából sok esély már nincsen, csak a kémiai. Brutál. Kikeltek, nincs lárva. Itt van rajtam még. Kikeltek. Itt már, ez nem jó hír, nem? Nem jó, itt már késő volna biológiai védekezni, előbb kellett volna. Ebből is tanultunk. Per pillanat ezekre a helyekre csak kémiai szert lehet. Ide mondjuk nem lehet, mert ez egy élő víz, a Duna hullámtere, de mindenképpen itt később majd védekezni kell biológiailag. Ezzel tudjuk online számlálni, hogy hány darab szúnyog van a területen, és tudjuk, hogy mekkora szúnyog ártalom, vagy akár egy permetezés után, hogy milyen százalékosan sikeres a munka. Ahol nincsen biológiai gyérítés, oda rakjuk ki az egyiket, és oda a Dunaföldváron, ahol volt, és végezzük, ott pedig a másik, hogy tudjuk a különbséget, hogy hol van több szúnyog, vagy kevesebb. Általában mindig Földváron kevesebbet mért. Bárhova rakjuk ezt a gépet, ezt pár hetenként cserélgetjük itt a környékbeli településeken, mindenhol több van. Kémiai gyérítésnél is azt mondják, hogy nem káros semmiféle más rovarra. De, mi a vélemény? De, káros minden. Ez egy neurotoxikus vegyület, rovarirtószer van kipermetezve. Káros minden szúnyog közel nagyságú rovar elpusztulhat tőle. Ez benne is van az engedélyok iratában. Van, hogy napnyugta előtt egy órával lehet kezdeni a kémiai szúnyoggyérítés, hogy a méhek már addigra nagy eséllyel visszavonulnak a kaptárakba. Nyugat-Európában nagyon régóta nem engedélyezik a szúnyogírtás légi kémiai módszere, meg kémiai módszere sem igazán, csak speciális engedélyekkel lehet, ritka esetben közegészségügyi szempontok miatt kapnak engedélyt kémiai kezelésre, földire maximum. Úgyhogy erre már rá kellett volna készülni az országnak, ez várható volt, hogy ez az időszak eljön,
és a biológiaira kell váltani. A biológiai bevezetése meg több éves kutatómunkát igényel, és fel kell készíteni a lakosságot is. Különböző szóróanyagokat, például, mint ez is itt, ami látszik, ilyeneket készítettünk, hogy a lakosságnak megmutassuk, hogy mit tehet otthon a csípőszúnyogok ellen, mert nagyon sokat tehetnek a lakosok a különböző pangóvizek megszüntetésével, saját maguknak tenyésztik vissza a szúnyogokat, és erre is fel kellett volna készíteni a lakosságokat. Évek ezelőtt már ezt nyomni kellett volna, és lehet, hogy akkor most nem lenne ez a vész. Láttam, hogy nagyon szépen védekeznek a szúnyogok el. Kell, mert különben felszaporodnak újra, visszaszaporodjuk magunknak. Fontos. De így csinálna mindenki, fele ennyi szúnyog se lenne, de egyre többen foglalkoznak vele, hál' Istennek, szépen kialakul majd ez. A lárva állapotba elcsípnénk, akkor nem kéne 6-8 hétig elszenvedni a szúnyogokat, mert utána egyébként is megdőlenek saját maguktól, amit már mondtam, és addig nem lehet 6-8 hétig szórni a vegyszert. Akkor tulajdonképpen a ti cégeteknek is jobban megérné kémiailag gyéríteni, nem? Igen, anyagilag. Csak én másképp gondolkozok, igen. Én úgy érzem, hogy fiatal vagyok még ahhoz, hogy úgy gondolkozzak, rövid távon gondolkozzak, de sajnos Magyarország ezen a téren 40 éve rövid távon gondolkozik, bár voltak próbálkozások, és a hatóság is előnyben tartja a biológiai kivitelezést, de mondom, Magyarországon nem ragadt meg. Nem várható el egy kémiaiban számításait megtaláló cégtől, hogy jól fogja kivitelezni a biológiai gyérítést, és saját maga ellen dolgozik.